Isti. Na sziasztok srácok, itt vagyunk a következő 2x2, vagy nem tudom miféle fantázinevet adok ennek a sorozatnak. Videónkban ugye kihívnak minket 2v2-re. Nagyon sokan jelentkeztetek egyébként az előző videónál, amit az e-betűre kattintva megnézhettek, valószínűleg nem itt van, hanem itt van, teljesen mindegy. Az e-mail címen, ami itt van lent, tudtok jelentkezni még mindig. Most is van két kihívónk, úgyhogy nagyon komoly kis meccsek lesznek. Robikám! Hát, sziasztok! Átfutjuk a gameplant nagyon gyorsan. Nagyon gyorsan, mert nincs. Egyébként a Budaörsi Decathlonnak a pályáján vagyunk, akik egyébként beálltak mindenféle nyereménnyel, illetve felszereléssel, mint például ilyen tarmek, gyönyörű tarmak, tarmek, te tarmek! Tarmek, tarmak, ruházattal, trikóval, hát igen, nagyjából ennyi, én a gatyát vettem föl, meg van egy ilyen nagyon ilyen MJ-s kis, minek hívják ezt? Vádli szorító? És a mai kihívók tulajdonképpen Máté és Gergő személyben érkeztek el. Srácok, mióta kosaraztok? Mennyit kosaraztok? Hát én egy évig kosaraztam, és egy évig akrobatikus kosaraztam. Én meg semmit. Ez nagyon jó hangzik, srácok, az a helyzet! Annyit mondok most el itt előjáról, hogy hatos meccseket fogunk játszani. Ugye kívülről 2 pontot ér, belülről 1 pontot ér, és nem Viktória. Azt tudjuk, hogy Isték szeretik az elzárás leválást, arra próbálunk védekezni, és nem kikapni nagyon ez a fő terv. Ja. Tehát gyakorlatilag ugye fogunk elzárásokat adni, nem fogunk adni, és fogok posztapolni, nem fogok csinálni. Igen, vagy múltkor is beszéltük. Igen. Vagy a leválónak. Itt most én melyik vagyok? Hát te soha akármelyik igazából. Itt igazából az, hogy el... Jó, ne... igyekszünk. Múltkor is megbeszéltünk nagyon faszán erről, hogy mit fogunk csinálni. Hát csak a légzésre koncentráltam, hogy ne halljak meg. Nekem is arra kellett volna, mert én meghaltam. Szóval, hogy valószínűleg ugyanaz lesz az előző meccsen, próbálom azért tartani. Cserébe most egy 40 fokkal több van, mint volt. Így van, telibe küld a nap minket szépen, direkt reggelre terveztük ezt az egészet, de mégis van már vagy 40-50 fok. Így adok sok alkoholt. Alkoholt, egyetek zsíros húsokat. Let's go! Fú, nem melegítettem be, igaz? Come back stronger. Második meccs, srácok. Szegény. Jó.
Maradj. Bocs, Robi. Semmi baj. Minden részben lesz egy ilyen összenemérő passz. 3-2. Killa! Basszus, még majdnem felhoztátok. Szép volt, srácok. Na srácok, hát szóval ez lett volna ez a 2v2 kosár. Nagyon szépen játszottak a srácok, tegyük hozzá, hogy Gergő ugye nem szokott kosarazni, vagy nem is kosarazott profi szinten. Azért beküldött egy midrange-t, és azért rajtad látszik, hogy játszottál, tehát azért durva, mi ez, crossoverek voltak, nem tudok beszélni srácok, ég az agyam. Azért srácok, adok nektek egy ajándékot, nem a meccslabda, bocsánat fordítva, nem a meccslabda, de a Decathlon jó voltából ezt még 40-es lábad, úgy tudom. Kikérdezősködtem előre. Köszönjük szépen a lehetőséget azért a Decathlonnak, itt a kis ruhákat, stb-ket. Nagyon jó a pálya. Tessék, helyet, igen. Ideig 0-24 lehet jönni erre a pályára a budaörsi Decathlon. És nem betolna, ami nagyon fontos. Igen, mi ez, rekordtán? Aha. Ricotta rekordtán, valami hasonló. Srácok, nagyon köszönjük, hogy jöttetek, reméljük, hogy élveztétek azért. És a srácoknak az instája a leírásban, ahogy Robié is, egyébként Tomi ő, de Robi meg ő. Tehát mindenki ott lesz a leírásban. Plug! Szevasztok, jöhet az out! Ró! Remélem srácok, hogy élveztétek a videót, a leírásban egy csomó linket megtaláltok, mint például az Isti Butikot, valamint az Instagramot és a Facebookomat is. Érdemes mindenféleképpen követetek ott engem.
Remélem, hogy élveztétek. Sziasztok, gyerekek! Hey.